motoros találkozó, Gazda Fórum Karcagon, képviselői beszámoló. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 23-án 18 óra 5 perckor. Nagykorú lett a karcagi motoros találkozó, hiszen az idei alkalom már a 18. volt, hogy a Köpcentik szerelmesei megérkeztek a nagykunság fővárosába. A karcagi motoros találkozó szervezőjétől, Sánta Lászlótól megtudtuk, a találkozóra nem csak a környékről, hanem az ország számos pontjáról érkeznek motorosok, de a határon túlról is vannak itt a motoros barátaik. A statisztikával még nem vagyunk készen, az biztos, hogy minden évben tudunk egy-egy jubileumot ráhúzni bármelyik rendezvényünkre. Idén, ahogy tetszett is mondani, hogy a 18. tehát nagykorú lett a motoros találkozó. Létszám tekintetében ez a 100-as nagyságrend, ami a mérvadó. Tegnap estével majdnem megtelt a kemping, de ahogy így a háttérben látható is, szép számmal vannak sátrak és motorok is. A 3 nap alatt több koncertet is tartottak, ahol a helyi zenekarok mellett népszerű rockbandák is felléptek. 6 zenekar fog föllépni, hát most nincs nálam a puskám, de az első zenekar 16 órától az, aki a birkafőző rock tehetségkutatói versenyen nyert külön díjat, hogy a motoros találkozón felléphet, ők kezdenek 16 órakor, egy szegedi zenekar, 17 órakor kezd a Fettód Debrecenből, 18 órakor kezd a Axon, ők egy Hobo Blues Tribute Band, 20 órakor kezd a Judas Best, nekik a nevük árulja, hogy Judas Priest fognak játszani, utána a P-Box, végül pedig a karcagi History csapahúrokba. Míg korábban Karcag nevezetességeivel ismertették meg a motorosokat, most egy 100 kilométeres túrára hívták el az érdeklődőket, a Tiszató körülmentek végig. Az elmúlt 10 évben Karcag, illetve Karcag környéki nevezetességeket mutogattuk be az ide látogató vendégeknek, hogy egy kis kulturális programot is vigyünk a Tivornya szüneteibe, és mivel nagyjából már a nevezetességek itt a környékben elfogytak, a Tiszatóra vittük le őket a mai nap, egy ilyen 120 kilométeres túra történt meg, vagy csapódott meg, Tiszafüredet érintve, és gyakorlatilag a kiskörei víztározó volt az úti cél. Szombat délután a rendőrség és a polgárőrség biztosítása mellett látványos motoros felvonulás volt. A csapat visszaérve a kempingre már készült is a koncertek előtti különböző erő- és ivóversenyekre, de sokan a medencékben ülve élvezték a gyógyvíz kellemes hatását. Most jönnek a játékos vetélkedők, igazából most 4 versenyszámmal készültünk csak, gyakorlatilag a dugattyúlok és a skander, a sörpörg és a sörivó verseny lesz megtartva. Azért van, hogy csak ennyivel készültünk most kivételesen, mert rendhagyó módon nem 18 órakor kezdődnek a mai nap a koncertek, hanem már 16 órától a húrokba csapnak a zenészek a színpadon. A strandon éjszakai koncertekkel biztosították a jó hangulatot. Az idei találkozó táborbontással ért véget vasárnap. A mezőgazdaság stratégiai ágazat, így annak jelene és jövője megyénk és térségünk számára is kulcsfontosságú kérdés. Épp ezért gazdafórumra várta a karcagi és környékbeli gazdálkodókat a Magosz megyei szervezete. Több mint 150 gazda, őstermelő és családi gazdálkodó érkezett a fórumra, amely azt bizonyítja, hogy a nagykunságban sokakat érint és érdekel az ágazat jövője. A fórum moderátora, ifjabb Hubay Imre a Jász-Nagykun-Szolnok megyeinak környezeti vízgazdálkodási és fenntarthatósági osztályának elnöke volt. Fontos ez az összejövetel. Fontos, hogy találkozzunk, fontos, hogy beszéljünk azokról a dolgokról, amely a magyar gazdák, a mezőgazdaság, Magyarország és a nemzet előtt áll. Nagyon sok dologra van egy nemzet, egy ember életébe szükség ebbe a mai világban, hiszen látjuk azt, hogy Európa forrong, változásban van, nagyon sok kihívással küzd. Demográfiai, bevándorlási kihívással. A mezőgazdaság is nagyon sok kihívással küzd, és ilyen időben mire is van legnagyobb szükség? A stabilitásra. A magyar nyelvben van egy mondás, hogy
két lábbal áll a földön. Az az ember, aki két lábbal áll a földön, az stabil, megrendíthetetlen, kimozdíthatatlan, és azon a földön áll, amelyet megművel, amely a hazája. A magyar gazda ilyen. Két lábbal áll a földön, azzal a két lábbal, amely ezt az országot megtámasztotta 1100 éven keresztül. És mindig, amikor ez a haza, ez a nemzet bajba került, akkor kellett az a józan gondolkodás, kellett az a józan stabilitás, amit a magyar gazdálkodó, a paraszt tudott hozni a magyar élet és a magyar gondolkodásba. Hubay Imre Csaba, a NAK megyei elnöke szerint az elmúlt 10 évben nagyon jelentős előrelépések történhettek a kormány támogatásának köszönhetően az ágazatban. A következő vetésekkel már arra kell gondolniuk, hogyan álljunk fel, hogyan fogadjuk a kihívásokat a következő 7 éves EU-s támogatási ciklusra. Véleménye szerint az EU-ban a Fidesz delegátjai méltóképpen tudják képviselni a magyar gazdák érdekeit, s reális alapokon két lábon állva a talajon, a megújuló erőforrások birtokában megfelelőképpen tudjuk versenyhelyzetben hozni magunkat és fenntartani a gazdálkodásunkat, jelentette ki az elnök. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő a magyar agrárium előtt álló fontosabb kihívásokról, például arról, milyen fontos, hogy továbbra is kiálljunk a GMO-mentes növénytermesztés és élelmiszer előállítás mellett, a következő 7 év várható EU-s agrártámogatásairól is részletesen beszélt épp úgy, mint az állattenyésztési ágazat nehézségeiről, s arról, hogyan alakul át a világban és hazánkban is a lakosság élelmiszerigénye. Hogyan változik a táplálkozási szokása, és ez milyen változtatásokat, alkalmazkodást igényelhet az agráriumban dolgozóktól is. A szakmai fórum komolyságát mutatja az, hogy több mint 150 érdeklődő vett részt ma délután a Karcegi Városházán a Megyei Agrárkamara és a Magosz által szervezett tanácskozáson. Vízgazdálkodással, az idei évi terméssel, kilátásokkal is foglalkoztak az előadók. Én személy szerint a világgazdasági és belső piaci folyamatokra, a fogyasztói szokások változására hívtam fel a figyelmet, és arról, hogy ez milyen hatással lesz a élelmiszertermelésre, hiszen nyilvánvaló, hogyha a minőségi élelmiszer iránt nő az érdeklődés, hogyha többet és jobbat tudnak vásárolni a magyar emberek, akkor ennek megfelelően kell nekünk is az élelmiszer termelést, az élelmiszeripari feldolgozást fejlesztetnünk, változtatnunk. Én örülök annak, hogy a mostani fórumon is komoly érdeklődő szakemberek vettek részt. Látszik az is, hogy a generációváltás halad, hiszen nagyon sok fiatal gazdálkodó volt itt, és egy fontos dolog az, amit többen kiemeltünk, így F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is, személy szerint én is, hogy ifjabb Hubay Imre személyében a Fidesz-KDNP megyei listájának az élén olyan gazdálkodó áll, olyan fiatal agrárszakember, aki a Nemzeti Agrárkamaránál a közeleti tevékenysége során is és a szakmai szervezetekben is bebizonyította a rátermettségét, azt, hogy eredményesen tud termelni, és hogy fel tudja vállalni a gazdák érdekképviseletét is. A megyei listavezető, egyben mindig a megyei közgyűlési elnökjelölt is. Én bízom abban, hogy a magyar gazdatársadalom egy komoly lehetőséget kap azáltal, hogy remélhető a sikeres választásokat követően a gazdák közül kerül ki a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlése elnöke. A megye eszközeit is fel tudjuk majd így a jövőben használni arra, hogy a mezőgazdasági termelést, az élelmiszer gazdaságot fejlesztjük, és így a gazdák jobb megélhetéséhez a feltételeket biztosítsuk. Lovas Attila, a kötivízi igazgatója a megyei vízgazdálkodási stratégiumát mutatta be. És mint előadásából kiderült, van még jóskán teendő az öntözésfejlesztés területén. Ebben az asszályos, szélsőséges időjárásban, mint amilyen az idei is. A szakember 2030-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési lehetőségeket is vázolta. Kis Róbert, a NAK megyei igazgatója a 2019-es eddigi betakarítási eredményeket is ismertette. Valamint arra kérte a gazdákat, hogy továbbra is vegyék igénybe a támogatások pályázatok beadásához készítéséhez a megyei falugazdász hálózatot. A fórum zárásaként a Magyarok Kenyere programban résztvevő gazdák elismeréseket vehettek át. Cinege Kálmán, Nagy Iváni és Makai Pál karcegi gazdálkodók voltak, Gyöfi Sándor, Kossuth Díjas
szobrászművész kispasztikáját kaphatták, és ez szerintem egy nagyon szép jelképes elismerése annak, hogy a gazdák tudnak adakozni, adományozni. Régen is ők voltak a közösségek, a egyházak fenntartói, iskolákat, menhelyeket, a szegényeket gondozó intézményeket tartottak fönn, és ennek egy mai folytatása az, amikor búzát adományoznak a határon túli, illetve magyarországi nehéz sorsú gyermekek részére, és itt a megye az ebben az évben is eredményesen szerepelt. Én biztatok arra mindenkit, hogy adományozzon búzát, én is személy szerint adományoztam azért, hogy ezeket a nemes célokat tudjuk teljesíteni. Már hagyomány televíziónkban, hogy városunk önkormányzati képviselői beszámolnak az elmúlt időszak képviselői munkáiról. Hírstúdiónk vendége Molnár Pál, az egyes számú választási körzet képviselője. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszönöm szépen, és nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit is. Az intézmény igazgatása mellett ugye az egyes számú választó körzet képviselőjeként is dolgozik, ahol szintén több fejlesztés is végbe ment, illetve nagyon sok alaknak ott. Mivel keresik meg Önt, és mire a legbüszkébb a körzetben? Az egyes számú választókörzet egy nagyon szerencsés helyzetben lévő körzet, ugyanis nagyon sok nagy múltú, nagy létszámú és fontos intézmény található ebben a választókörzetben. Elég, hogyha csak megemlítek néhányat, itt található a Kátai Gábor Kórház, itt található a két idősek otthon, a Horváth Ferenc út és a Zöldfa úti, de örömömre szolgál az is, hogy három óvoda is található a választókörzetben, a Táncsics 17 és a Táncsics körút 19-es számú óvoda, de a nemrég 300 milliós felújításon megszépült Zöldfa úti óvoda is ide tartozik. De mondjam tovább azt, hogy a nemrégben felépítése, megépítése kerül Lomkorona sétány is, amely a Erdély futópályán található, az is a választókörzetben található. Ezek mind-mind egy olyan értéket képviselnek az egyes számú választókörzetben, amely úgy érzem, hogy örömére kell, hogy szolgáljon minden karcaginak, de a körzetben lakóknak meg különösen, és magáinak kell érezni, hogy ilyen fontos körzetben, ilyen fontos területen laknak, aki nem beszélve arról, hogy a képviselőnek is magáinak kell ezt érezni, hogy milyen fontos feladat az, hogy egy ilyen választókörzetnek a fejlesztéseit, rendben tartását és a gazdálkodását kell figyelni, irányítani és felügyelni. Nagy örömömre szolgál, hogy a választókerületben található a Karca Kincse élményközpont is, amelynél már láthatjuk, hogy elkezdődtek a munkálatok, az előkészítő munkálatok, tereprendezési munkálatok, és néhány év múlva itt a városnak egy olyan központi szórakozás biztosító és pihenés biztosító központja fog kialakulni, amely méltány teszi híressé majd, és fontos az egyes számú választókerületet. Beszéljünk egy kicsit az ott élőkről is, tehát az intézmények megújulnak, újak épülnek, a lakók mivel keresték meg Önt az elmúlt időszakban? A lakók érdekes problémákkal szoktak megkeresni. Általában helyi egyéneket érintő problémákkal, de szerencsére egyre több az olyan megkeresés, lakossági megkeresés, amelyek ilyen nagyobb, globálisabb szintű problémákat jelentenek. Nemrégiben például egy egyes számú választókörzeti szavazó polgár keresett meg azzal, hogy szeretnének fát ültetni. Ők látják azt, hogy milyen nagy problémát jelent ez a globális felmelegedés, tudják azt, hogy még az nincs eldöntve egyértelműen, most a globális felmelegedésnek oka az ember, nem oka, egy biztos, és ezt valamennyien egyetértetünk ebbe, hogy a globális felmelegedés történik, egyre melegebbek a nyarak, egyre kevésbé hidegek a telek, és úgy érzik, hogy a faültetéssel ők ezt tudnák segíteni. Természetesen ettől nem zárkózok el, mert magam is nagy híve vagyok annak igazgatóként is, valamint képviselőként is, hogy minél több fát ültessünk. A városgonoság résznél nem mondtam azt el, hogy minden évben 5-600 fát elültetünk. És ezeknek a fáknak az elültetése az egy dolog, mert elültetni két ásónyom, vagy három, vagy nagyobb fánál nyilván nagyobbat kell ásni, de az a legkevesebb, ezt utána ápolni is kell. És azoknak a választópolgároknak, akik megkerestek, átgondolták-e azt, hogy az elültetés az első fázis a fa nevelésnek, utána ezt ápolni kell. És utána rögtön ők is átgondolták, hogy hát lehet, hogy akkor nem is 100 fa kellene, hanem elég lesz 20 fa is, mert
Én azt mondom, hogy ha valamit csinálunk, akkor csináljunk jól. Tehát az nagyon jó leső érzés, amikor elültetünk 20 fát, és akkor mind a 20 fa megmarad belőle. Az viszont borzasztó érzés, amikor látok én is más településeken elültetnek 100 fát, és a 100-ból mondjuk 80%-a kiszárad. Tehát ilyen problémákkal, ilyen ötletekkel is megkeresnek, és én ennek nagyon örülök, mert ha egy fát elültetünk, azt tényleg, hogy mondani szokták, az unokáknak is ültetjük, mert olyan fát ültetünk, amely 30, 40, 50 vagy 100 évig is elél, akkor abban még az unokáink is fognak gyönyörködni. A legtöbb megkeresés azonban egyéni problémákat jelent, vízelvezetési problémák, járda, út, zajterhelés, nagy forgalom, fekvőrendőröknek a kialakítása, súlykorlátozó tábláknak a kihelyezése, sebességkorlátozó tábláknak a kihelyezése, hogy csökkentsék a forgalmat, de választókörzetembe tartozik a Tatárülés nevezetű település rész is, ami Berekfürdőhöz közelebb van, de szerencsére Karszakhoz tartozik. Ott kialakult egy kis állandó lakóközösség, akiknek tényleg az állandó lakóhelyük is ide van bejelentve, és nemrégiben egy kopjafát készítettek, ehhez szerettek volna valami segítséget, de a közvilágítás is nagyon fontos rész. Szerencsére közvilágítás szempontjából az egyes számú választókörzet nagyon jól áll, tehát nagyon kevés közvilágítási probléma van. Természetesen annak, hogyha a kor követelménynek megfelelő világítót lesznek majd kihelyezve, annak örülni fogunk. Most úgymond nincs gond a közvilágítással, valamint nagyon jó helyzetben van a választókörzet a szilárd útburkolatú járdáknak és úttesteknek a kialakításával. Gyakorlatilag nálunk már nincs földburkolatú út, csak szilárd útburkolat ellátott útszakasz. De nagyon fontos kérdés még azoknak a utcarészeknek, utcáknak a szennyvíz gerincvezetékének a kiépítésével, amelyek még nem épültek ki. Nyilván ezek problémás területek, nagyon nagy költséggel kiépíthetőek, két utcában is folynak az előmunkálatok, a Munkás és a Virág utcánál, megalakultak a lakóközösségek, és ezek nagyobb volumenű, tehát ezek önkormányzati szerepvállás szempontjából is több tízmilliós beruházást igényelnek. Az önkormányzat részéről megvan az a szándék, hogy a lakónak ne kerüljön olyan összegbe a szennyvíz rákötés, hogy azon már ne tudjon. Tehát ne kerüljön több millió forintba, hanem hogyha ennyibe is kerül, tehát műszaki kivitelezés ennyibe is kerülne, akkor azt az önkormányzat, vagy azt a plusz részt az önkormányzat vállalja át. Ebbe a két utcában most két ilyen nagyobb volumenű elképzelés van. A belvízelvezetést, mivel a városgondosság életében is egy nagyon fontos dolog, én a körzetben is nagyon fontosnak tartom, és azt tartom a legjobbnak, hogyha zárt fedett árkat tudunk kialakítani. Minden képviselőnek van évente 2 millió forint képviselő kerete. Én a képviselő keretet átereszek csövek vásárlására szoktam fordítani, és megbízom a városgondosságot, hogy a munkát végezzék el. Tehát az anyagi részét megveszük ebből, és a ott lakóknak, a Tőkés utca most, ami éppen folyamatban van, az ott lakók ezt nagyon nagy eredménynek élik meg, könnyebb a füvet nyírni, nem áll az árokba a víz, valamint egy biztonságosabb, egy sokkal gyorsabb belvízelvezetés van. Az elmúlt 5 évben sikerült a Sport utcának mind a két oldalát lezárni, sikerült a évek óta problémaként jelentkező Deák körútnak a problémáját úgy megoldani, hogy most már parkolni is lehet, eddig nem lehetett parkolni. Igaz, hogy ennek egyik oldalát már az előző ciklusban sikerült megvalósítani, de ugyanezt meg tudtuk valósítani a Sándor utcán, most a Tőkés utcán fogjuk befejezni, és bízva abba, hogy tovább tudjuk ezt a munkát végezni, tovább tudjuk vinni, a többi utcával is folytatni fogjuk majd. Ott, ahol elsősorban mélyárkok vannak, hát a mélyárkok azok balesetveszély szempontjából sem másodlagosak, vagy a baleset megelőzés szempontjából sem másodlagosak, de a vízelvezetés szempontjából mindenféleképpen nagyon-nagyon fontosak. Látva az eredményeket, hallva az elképzeléseket, röviden hogyan képzeli el a jövő Karcagját? Nekem a legfontosabb dolog az, mindig azt mondom, hogy ahhoz, hogy egy élhető Karcag legyen, az élhető alatt azt értem, hogy a mai szülők azt mondják a gyerekeiknek, hogy fiam, lányom, maradj itthon, mert Karcagon jó élni. Sajnos sok tekintetben látok más tendenciákat. Nagyon sok szülő inkább arra inspirálja a gyerekeket, hogy Karcagot el kell hagyni.
Én éppen mást mondok, azt mondom, hogy itt kell maradni, mert tanulni el kell nyilván menni főiskolára, egyetemre, de ahhoz, hogy a városnak meglegyen az a vezető rétege, meglegyen az a középvezető rétege, meglegyen az a szakmunkás rétege, ahhoz itt kell maradni. Nem kell mindenkinek elmenni, mert a jó szakemberekre itt is szükség van, és én úgy érzem, hogy Karszag egy élhető város. Ha csak azt nézzük, hogy aki sportolni akar, úszhat, futhat, nagyon jó erdei tornapályánk van, én rendszeres látogatója vagyok, magas nagyon szeretek futni ezen a futópályán, biztatnék mindenkit, hogy ha másért nem is sétál, kedvéért jöjjenek ki, jó levegő van, és a egészség szempontjából is nagyon lényeges dolog. Egy olyan Karszagot látok, ahol nem csak én, hanem a gyerekeim is, nem csak én, hanem a barátaim is, ismerőseim is, vagy a velem egykorúak, vagy a gyerekeimmel egykorúak is szeretnek itt élni. Munkalehetőség most már van, én úgy érzem, hogy aki munkát akar találni, az el tud helyezkedni, mert korábban ez volt az egyik legnagyobb probléma, egyik legnagyobb elvándorlást segítő, vagy inspiráló erő, hogy nem volt munka. Most van, nem is olyannyira van munka, hogy most már munkaerő hiány van. De az élet bármely területét föl lehetne is sorolni, az orvostól a mérnökig, a pénzügyi szakemberig, de a jó segédmunkásra is szükség van, mert már az sincs. Ez országos probléma, de bízom benne, hogy ez meg fog oldódni, és a jövő Karszagában én azt szeretném, hogy azok az emberek, akik tényleg tenni szeretnének a városért, szeretnek is itt élni, megtalálják azt az örömet, itt maradjanak, és akkor közösen tudjuk fejleszteni. Hát ha nem foglalkozik azzal egy városvezetés, nem foglalkozunk intézményvezetők mi azzal, hogy a utódlások meglegyenek. Annak innen a római császároknál egy nagyon fontos ismér volt az, hogy amit elért a római császár, az hogyan tudta egy másik, egy utód császárnak átadni. És én úgy érzem, hogy ez a városvezetés szempontjából is nagyon lényeges, hogy elkezdjük már meg intézményvezetés szempontjából, és elkezdjük azokat a fiatalokat betanítani, akik majd ezt tovább tudják vinni. És ezt a város szeretném én addig, míg erőm, tehetségem és természetesen lehetőségem engedi továbbra is fejleszteni. Nagyon sok elképzelés van, de ha egy szóval össze kellene, vagy meg kellene fogalmazni, akkor azt mondom, hogy a fenntartható fejlődés mindenféleképpen fönn kell Karszagon is tartani. Figyelembe jövő a környezeti hatásokat, a környezetvédelmet, és azt, hogy szeressenek a karszagiak itt élni. Mert ha szeretnek a karszagiak, vagy szeretek valahol ott élni, és a karszagiak is szeretnek itt élni, akkor mindent megtesznek a városukért. Legyen ez a végszó, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!